Indul a nyár Gödöllőn, ez a következő beszélgetésünk címe. L. Péterfi Csabát köszöntöm itt a stúdióba, és egy sztár vendéget is, mert hogy Frau Bürgermeisterin von Gödöllő is ellátogatott hozzánk. Igen, hát rövidebb nevén hívjuk Bürginek, ahogy mindenki ismeri szerintem. Bürgi, egy macskáról van szó, aki most többek között kitüntetésben részesült Gödöllővel együtt, de meséld el az ő történetét, mert legutóbb ugye kutyusokkal jártatok itt a stúdióban, de hát Bürgi egy csodálatos macska. Hogyan került ő a gödöllői polgármesteri hivatalba? Hát másfél évvel ezelőtt indult az ő története, igazából amikor én megmentettem őt egy autó elől-alól, majdnem elütötték, és akkor felemeltem, átvittem a másik oldalra, letettem, és én mentem akkor éppen dolgozni, és rohantam a munkába, és úgy gondolta, hogy hát ő velem tart, és tényleg majdhogy nem a polgármesteri hivatal bejáratáig így futott utánam, akkor még picike volt, és hát mondtam, jó, hát akkor hazaviszem, vagy valami biztos van gazdája, és ott maradt egy napig a hivatalban, és a nap végére úgy gondolták a kollégák, illetve jegyzőasszony, aki nagyon szereti a cicákat, hogy hát akkor legyen nekünk egy hivatali cicánk. Csodálatos és nagyon aranyos, ahogy itt körbe tekint a stúdióban, próbálja felmérni a igen, terepet, a helyzetet. És csengője is van, egy tipikus cica. Igen, van neki csengője, ott lakik egyébként a hivatalban, természetesen az ünnepnapokat és a hosszabb napokat azt a nyaralójában tölti, ami nem más, mint az én lakásom otthon a kutyákkal együtt, úgyhogy egyébként a kutyákkal is jóban van. Na és akkor Bürginek mi a feladata a napi rutinban? Kinek segít? Jegyző asszonynak, polgármester úrnak, kinek a feladataiban nyújt igazából mondjuk úgy, hogy a munkatársaknak ad néha lelki támaszt, mert hogyha így nagyon elegünk van sok mindenből, akkor inkább oda megyünk Bürgihez, és akkor megsimogatjuk, de van neki egy hivatalos Facebook oldala is, tehát 7000 követővel, lassan Instagramon rajta van, és minden nap közzé teszi, hogy éppen mit csinált. Megmondom őszintén, most már közzétett, hogy itt van a Bónum TV-ben, és hogy élő adásban van, ami egyébként nagyon ritka, mert hogy macskákat nem nagyon szoktak televízióban élőben közvetíteni. Nálunk Bürgi az első macska. Szerintem nem csak nálatok. Tényleg. Szerintem nem csak nálatok, igen. Na hát akkor megtisztelő, hogy nálunk debütált Bürgi, de beszéljünk akkor erről a Város Marketing Gyémánt díjról, amihez először is szívből gratulálunk. Itt azért Bürginek is szerepe volt ebben, gondolom. Igen, ugye ez arról szól, hogy hogyan kommunikálnak a városok, különböző ötletek vannak, mivel lehet kommunikálni, és az idei évben mi Bürgivel indultunk el. Igazából nem az a lényege, hogy elindultunk ezen a versenyen, hanem az, ami mögötte van. Tehát azért nem csak egy cica a sok közül, hanem neki nagyon jelentős szerepe van abban, hogy például az állatvédelemben szerepet játszik. Tehát például nagyon sokszor felhívja a figyelmet az embereknél az állatvédelemre. Vagy vannak kommentjei. Ezek sohasem politikai kommentek, tehát erre nagyon odafigyelünk. Hanem mindig azért van mondjuk akár a közélettel kapcsolatban egy-két megjegyzése. Természetesen azért mondjuk emögött emberek vannak, tehát azért nem Bürgi írja ezeket a kommenteket, de kicsit macskásítjuk ezeket mondjuk egy állatnak a szemszögéből. Igen, de voltatok is, ha már itt az állatvédelemnél tartunk, azért Gödöllőn is van állatmenhely, ott például egy önkéntes csapat takarított nem olyan régen. Több állatmenhely, tehát vannak állatmenhely, illetve van egy gyepmesteri telep, azt kell mondjam, hogy a gyepmesteri telepünk az elnyerte majd, hogy nem a Európa szinte egyik legjobb gyepmesteri telepe, de azt hiszem Magyarország tényleg egyik legjobb gyepmesteri telepe, mert például annyira odafigyelnek az állatokra, hogy a nagy hőségben szó szerint vízpárát biztosítanak a kutyusoknak, tehát az országos szinten is azért elismerés. Nézzük meg egy kicsit a kulturális programokat. Abban mennyire van beleszólása mondjuk Bürginek, vagy mennyire, nem tudom, támogatja ezeket az eseményeket? Nagyon, tehát... Reklámarca mondjuk most ezeknek? Most éppen természetesen ugye júniusban a Múzeumok Éjszakájának ő a reklámarca. Tehát a plakátokon, a szórólapokon Bürgi lesz rajta. Szerintem egy fantasztikus, tényleg nagyon jó szórólapot, plakátot sikerült csinálnunk. Természetesen a kastély és a múzeum esti fényekben pompázik, és a tetőn ott van Bürgi. Úgyhogy nagyon sok mindenbe beleszól, sok minden kommentál, van, ami nem tetszik neki. Például, hogyha mondjuk elmegy egy-egy
zenei fesztiválra, akkor meg szokta jegyezni, hogy hát ismét nem hangzott el mondjuk a macska dal, vagy a macska zene, de azért jól érzi magát természetesen Gödöllőn. Most a mai napon kezdődött a Történeti Kertek és Kastélyparkok napja, Kertek Európája címmel, a hétvégén rendezitek meg ezt az eseményt, a kastély ad ennek is otthont. Igen, hát ugye ez egy országos esemény, és ebben természetesen, hát ha van történelmi kertünk, van történelmi kastélyunk, akkor természetesen a Gödöllői Királyi Kastélynak hát ott van a helye, de nem például csak ez lesz, hanem hamarosan kezdődik mondjuk a koronázási hétvége, június 9-én és 10-én, hát azt hiszem, hogy... Ez a legnagyobb ünnepe Gödöllőnek talán. Hát azért nem, mert nagyon sok programunk van, de ez az az egyik legnagyobb, ami mondjuk a Gödöllői Királyi Kastélyhoz kötődik természetesen, Erzsébet királynéhoz, hiszen bármit tehetünk, azért nem szabad nekünk elfelejtenünk, hogy Erzsébet királyné kultusza Magyarországon leginkább Gödöllőhöz kötődik. Itt milyen eseményekkel, vagy milyen programokkal várjátok a hétvégén a Gödöllőre látogatókat? Természetesen találkozhatnak Erzsébet királynéval, megnézhetik azt, hogy hogyan történt, vagy hogyan zajlott egy nap mondjuk a királyi családban Gödöllőn. Mi a helyzet a ruhákkal? A ruhákat, ruhák tavaly voltak, igen, tavaly voltak a ruha bemutató. Az most nincsen, mert hogy az a 14 ruha, amit egyébként látható volt márciusig kiállítva egyben, és tavaly az a koronázási ruha ugye itt debütált, az most külföldön van, tehát most elindult egy hosszú útra külföldön, illetve Magyarországon, de azért természetesen korabeli ruhák láthatóak, hiszen ugye Erzsébet királyné, vagy pedig az udvarban élők, azok mind korabeli ruhában lesznek. Gyerekekre is gondoltok? Mennyire családi program ez a koronázási hétvége? Hát azt hiszem, hogy ez egy abszolút családi program. Tehát főleg azért ugye, mondjuk meg őszintén, minden fiú huszár katona szeretne lenni, minden kislány pedig hercegnő, vagy királykisasszony. Így elengedhetetlen természetesen az, hogy mondjuk a fiúk ez egy kicsit csatázzanak, vagy mondjuk huszárruhába beöltözenek, a lányok pedig akár királylányok is lehetnek. Puskázom, mert hogy opera slágereket is hallhatunk majd ezen a hétvégén, június 9-én szombaton 7 órakor a parkban, a Lovardában. Lovardában, igen. Mik lesznek majd itt akkor opera slágerek? Igen, ne ijedjen meg senki, mert ugye azért azt szoktam, hogy úristen, opera sláger, miért nem operett, tehát azért mondjuk nem a nagy áriákra kell itt gondolni, hanem mondjuk egy Mozart operára, egy Varázsfuvolára. Tehát azért vannak olyan idézőjelben könnyebben fogyasztható operák, ami azt hiszem, hogy egy nem opera rajongó, hogyha eljön erre, akkor egy jó start lehet ahhoz, hogy megszeresse az operákat. Igen, Verdi Traviátájából, Rigolettójából, hát, amit a Bohém életből is hallhatunk is, egyébként. Mert, ugye, hogyha felcsendülnek, lehet, hogy mondjuk ez így nem mond senkinek semmit, de mondjuk, hogyha felcsendül, akkor úristen, igen, ez az, tehát ezt ismerem, és akkor elkezdi dalolni, és akkor talán mondjuk, ha már ezt meghallgatja, akkor el is megy, és mondjuk megnéz egy Verdi Traviát, valamit. Tehát, mi a helyzet a színházzal? Most már egy színház évad vége fele közeledünk, de nálad és mindig vendég szerepelnek, mondjuk nagy fővárosi színházak, nagy slágerprodukciói. Akkor igen, hát most nem nagy fővárosi színházak lesznek, hanem mi leszünk, mégpedig az Osztrigás Micivel, és tényleg mi leszünk, mert hogy nálunk a kultúra annyira lényeges és fontos, hogy például maga a polgármester is benne van egy amatőr színjátszó csapatban, én is játszom ebben, és ebben az Osztrigás Miciben a Garabonciás Színtársulat fog fellépni június 26-án és 27-én, úgyhogy ez egy érdekes színfoltja lesz majd. Ugye így a nyári könnyed darabokhoz igazodunk, és éppen ezért úgy gondoltuk, hogy egy ilyen zenés könnyed Osztrigás Micivel, amin azért lehet jókat nevetni. Most itt nézegetem még Bürgit, hogy milyen szépen és kecsesen tartja a mancsait. Elfelejtettem neki utalmat hozni. Van egyébként kedvence, vagy a kollégák mivel kedveskednek neki? Hát le vannak tiltva a kollégák, mert azt hiszem azért így sokszor látszik, hogy így Bürgi nem éppen sovány cica, tehát én mindig veszekszem a kollégákkal, hogy nem szabad neki adni semmit. Tehát én próbálok figyelni a vonalaira, ezt azért mondjuk nem mindenki próbálja. Van neki egy tápa, amit teszik, illetve van egy speciális konzerv, amit szeret. Egyébként nem szereti a jutalomfalatokat. Na hát akkor én ezért nem készültem neki különösebben. Nagyon szépen köszönöm, Csaba, hogy
eljöttetek hozzánk. Nagyon örülünk Bürginek is, hogy akkor a Bonum TV-ben dedikált, és hát Isten éltesse őt is. Sokáig élő közvetítésben, igen. Jó munkát kívánunk nektek a továbbiakra is. Köszönjük.